Laskai Néhernádi Katalin vagyok, a Start szakiskola, speciális szakiskola és kollégium igazgató helyettese. Ezekben a percekben folyik iskolának a 20 éves jubileum ünnepsége, amelyre a jelenlegi és a régen iskolánkba járó diákokat hívtuk meg. Megtiszteltek jelenlétükkel volt kollégáink, illetve az iskola fenntartója, a Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Non-Profit Kft.-nek azok a vezetői, dolgozói, akik kötődnek az iskolánkhoz. 20 évvel ezelőtt 48 gyerekkel kezdte iskolánk a munkáját, két osztályjal, egy bőrdíszmeres és egy női ruhás. Ez azóta kiszélesedett. Volt már műanyagipari feldolgozó, cipész, textiltermékösszeállító, bőrtárgykészítő, szakács, pékosztályú, több osztályban végeztek nyomdaipari gépmesterek és könyvkötők is. Ezek azok a szakmák, amikben legtöbb tanulónk végzett. Az eltelt 20 év alatt több mint 1200 sérült, egészségkárosodott, illetve tanulásban akadályozott, vagy hátrányos helyzetű halmozott a hátrányos helyzetű gyerekek iskolában. Tehát igazán a normális élettől eltérő életvitelű gondolkozású tanulókkal foglalkozunk.